Végleg kitiltaná az autókat a Lánchídról a Budapesti Közlekedési Központ. A cég vezérigazgatója ma a jelenlegi forgalmi rend fenntartását javasolta, márpedig most csak a BKK járatai, valamint a taxik, biciklisek, motorosok hajthatnak fel, az autók nem. A megkérdezett autósok tiltakoznak, főként a megnövekedett menetidő miatt. A Magyar Autóklub szerint megalapozott szakmai döntést kellene hozni az ügyben. Arra szólnak az autók a rakparton. A sofőrök már megszokták, hogy kerülniük kell. Lassan 2 éve, hogy lezárták a Lánchidat. Budapesten így van egy 3 kilométeres Duna szakasz, ahol nem lehet átkelni a túloldalra. Közben a Lánchidat most csak a BKK járművek, illetve a taxik, motorosok és biciklisek használhatják. Ők is csak december óta, akkor kezdődött a tesztüzem. Budapesten csökkenteni kell az autóforgalmat. Sokak szerint Karácsony Gergely gyakorlatilag hivatalba lépése óta autóellenes politikát folytat. Akkor esetleg megint gyalog. Amikor egyszerre több felújítás miatt szinte megbénult a város, azt javasolta a budapestieknek, hogy akik nem bírják a dugót, szálljanak ki a kocsiukból és menjenek gyalog. Mindenkinek a szempontjait figyelembe veszem. Bár a tervek ellen az autósok és a szakmai szervezetek is tiltakoznak, a főváros most mégis amellett állt ki, hogy végleg ki kell tiltani az autókat a Lánchídról. BKK-nak a szakmai javaslata, hogy érdemes fenntartani továbbra is a tesztidőszak forgalmi rendjét. A főpolgármester kabinetfőnökével közösen jelentette be a BKK vezérigazgatója, hogy azt javasolják, a felújítás után se térhessenek vissza az autósok a Lánchídra. Szerintük ugyanis a híd lezárása miatt csökkent Budapesten az autós forgalom. Az ötletnek egyáltalán nem örültek az általunk megkérdezett autósok. Hát igazából szóval se jutok. Hát nem örülök neki, mert azért sok utat lerövidítene. Borzasztó, mert ugye az egész közlekedés munkaügybe kell menni, stb. Tehát megduplázódott az idő. Karácsony Gergely kabinetfőnöke szerint még lesz egy fővárosi szavazás is az ügyben. Június 11-ig pedig minden 14 év fölötti budapesti pedig kinyilváníthatja a véleményét a Lánchíd jövőjével kapcsolatban. Olyanok, akik még be se töltötték a 18. életévüket, nem dönthetnek. A Magyar Autóklub szerint viszont szakmai döntése lenne szükség, és a főváros nem háríthatja át a felelősséget. A működőképességet pedig Budapest vezetésének kell biztosítania. Határozott álláspontunk szerint ez egy kőkemény szakmai kérdést, amit a szakmának kell eldönteni, és nem vágyak és elképzelések alapján. Arról nem is beszélve, hogy ez a főváros felelőssége, tehát a felelősséget nem lehet teríteni. A Lánchíd felújításához a főváros a kormánytól várna 6 milliárd forintot. Ennek kifizetése azonban még kérdéses. Politikai színjáték része a folyamatos és állandó kormánnyal való konfliktus keresése és generálás része. A múlt heti fővárosi közgyűlésen a Fidesz fővárosi frakció vezetője bemutatta azt a megállapodást, amit Gulyás Gergely és a főpolgármester írtak alá. Ez szerint az állami támogatás feltétele, hogy a Lánchíd felújítása miatt a gépjárműforgalom teljes vagy részleges korlátozása nem haladja meg a 18 hónapot. Ez a határidő pedig már tavaly decemberben letelt, így a Fidesz szerint Karácsony Gergely a lezárás fenntartásával megszegi a megállapodást.